Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Pozsgai Kitti vagyok. Beauty Podcastünk következő vendége ül itt velem, Tímár Adrián edző, akivel az édesanyák edzéséről és az édesanyák testmozgásáról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek téged. Te is gyakorló édesanya vagy 3 gyerekkel, és egész egyszerűen fogalmam sincsen, hogy a napi mozgást, a napi test edzést azt ki hogyan viszi bele a mindennapjaiba. Igen, hát ez nem egyszerű feladat, ezt aláírom, ugye tapasztalatból tudom, nekem is 3 pici gyerek van otthon, akik mellett én is minden egyes kis részletét megtapasztaltam annak, hogy melyik életszakaszban hogyan tudom bevinni a sportot az életembe. Nekem egész életemben része volt valamilyen formában a sport, így benne volt az életemben. Miután megszülettek a gyerekeim, először úgy kezdtem el sportolni, hogy nyilván otthon tudtam esténként vagy napközben, amíg a gyerekek aludtak vagy játszottak. Aztán gondoltam arra, hogy milyen szuper dolog ez. Akkoriban ez 2018-ban volt, még nem volt lehetőség, így Győrben nem igazán volt ez ilyen divat. Most már nagy kultusza van itt a szülés utáni regenerációnak, meg a babával való sportolásnak, de akkoriban még nem volt. És én ott helyben, ahol laktam, ott egy kis közösségnek kezdtem el ezeket az edzéseket tartani, és óriási nagy táborunk volt, 17-18-20 fős edzésekkel, délelőttönként, ugyanígy anyukák, akik otthon voltak. És gyerekkel együtt? Igen, ez volt a különlegesség a dolognak, hogy bababarát edzés volt mindegyik edzésünk. Aztán, ahogy nőttek a gyerekek, én is megtapasztaltam azt, hogy újra kevesebb időm van, esetleg ugye, ahogy kinőnek a gyerges korszakból a picik, visszamennek dolgozni az anyukák, akkor már nincs idejük délelőtt eljönni a babával edzeni, viszont jött az igény, hogy akik velem kezdték el, jött az igény 2019 környékén, hogy mi lenne, ha délután tartanék edzést, de nekem ugye délután már nem fér bele a gyerekek miatt az edzés az időmbe, és akkor jött az online program gondolata, ami óriási, óriási taratott megint csak, nagyon szeretik, és ez azóta is kitart, amióta megszületett a 3. gyerekem, és ugye jobban megint a házhoz vagyok kötve, a házi munka meg a pici miatt, azóta is az online formát támogatom én is, rájöttem, hogy nagyon-nagyon-nagyon szuper, mert nekem sincs időm már többet eljárni otthonról és edzést tartani, ugyanúgy, ahogy nincs idő elmenni mondjuk egy konditerembe sem egy anyukának, ahogy te is mondtad, hogy 2 kisgyerek mellett ugye az időt is nagyon nehéz megtalálni, és az egy nagy motiváció, hogy ott van az edzés, ott van egy közösség, egy Facebook csoport, amiben folyamatosan kapod az edzéseket, ott van a többiek hozzászólása, a többiek visszajelzése, hogy megcsinálta, milyen szuper volt. Szerintem ez például egy nagyon jó motiváció, nekem is motiváció, motivál, mint edző, hogy jó volt ez az edzés, ilyen legyen, jól csináljuk, meg szerintem a többiek számára is, hogy jaj, XY megcsinálta, és nagyon jól éreztem magát, nagyon tetszett neki, feldobta a dolog, akkor én is megcsinálom. Talán ez az egyik dolog, amivel lehet magunkat motiválni, a közösség ereje. Még mielőtt elindul a motiváció, ugye, hát szerintem beszélhetünk egy kicsit erről a részéről is. Az önbarcangolás az, amivel indul a dolog. Amikor felkúsznak azok a kilók, akár a terhesség alatt, vagy a szoptatás ideje alatt felkúsznak, olyan kilók, amikkel nem igazán tudunk mit kezdeni. Az önértékelésünk, az önbizalmunk is egy kicsit ilyenkor visszaesik, és nagyon sokan vannak úgy, hogy már eleve abban az állapotukban sem egy edzőruhát, sem egy olyan közeget nem kívánnak maguknak, ahol mondjuk mások már sokkal előbbre tartanak. Előnye lehet ennek az otthoni 4 fal közötti tornának az, hogy ilyenkor nem kell szégyenkezni, hiszen senki nem látja, hogy mit csinálok és hogyan csinálom? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nagyon gonosz dolog, amikor megkérdezik 3-4-5 hónappal a szülés után az anyukát, hogy újra kis baba lesz, és ez egy nagyon kellemetlen dolog, mert még esetleg rajta maradtak a kilók, vagy nem rendeződött vissza a hasa,
esetleg egy szétnyílt hasizom miatt nem tud visszarendeződni, tehát erre is ugye szükséges az edzés. Hát a négy fal között te úgy csinálod, ahogy tudod, senki nem fog téged emiatt kritizálni, nem érzed azt, hogy esetleg más megnézni, hogy jaj, nézd, mekkora, nem tudom, milyen hülyén csinálja, milyen csúnyán csinálja. Én egy dolgot szoktam kérni, hogy próbáljuk meg magunkat nézni, mondjuk egy tükröt keresni, és a tükörben nézni. Hogyha látod a videót rólam, hogy én hogy csinálom, és elmondom, hogy mit, hogyan csinálj, hogyan helyezkedj el, hogyan tartsd a hátadat, a válladat, a csípődet, hogyan legyen a medencét helyzete egy bizonyos feladatnál, vagy a térded, akkor te tudd csekkolni. Mert egész más, amikor látod magadat tükörben, mint amikor csak engem néznek a videón. Tehát ezt mindig így próbálom a visszajelzéseket kérni, hogy magát is nézze meg, és próbálj egy picit az alapján jobban csinálni. Mert ugye mindig a siker kulcsa az, hogy jól csináljuk. Mi a helyzet a sérülésekkel? Hiszen azért, hogyha nem helyesen csinálunk, végzünk el egy feladatot, akkor akár abból gond is származhat. Igen, ugye igyekszünk minimalizálni mindig a sérülés lehetőségét, ezért is igazából mi speciális feladatokat végzünk, olyanokat, amik kimondottan a szülés utáni női testre fókuszálnak, olyan feladatokat végzünk, tehát például nagy hangsúlyt fektetünk a helyes testtartásra, a hátizmok megerősítése, a gerinc körüli izmok megerősítésére, és természetesen a hasizom megerősítésére is. Ugye ezt nem lehet külön választani, mert hogy csak hasizomra edzünk, hiszen az csak olyan, mintha úgy tudnád le az edzést, hogy csak megcsinálsz 50 guggolást, tehát azért teljes testet kell nézni, holisztikus szemlélet szükséges, hiszen akkor fog beérni a munka gyümölcse, hogyha tényleg odafigyelünk minden apró kicsi részletre. Milyen motivációk tudják folyamatosan ott tartani a fókuszt az edzéseken egy nőnél? Egy 38-as ruha, ami 6 éve nem jött rám, vagy... Nagyon érdekes, én is azt gondoltam, hogy elsősorban a karcsúság fogja megfogni az embereket, de nagyon sokan arra, persze, mindenki szeretne lefogyni, ezt azért tegyük hozzá, de talán sokkal fontosabb ennél, hogy itt fáj, ott fáj az embernek nagyon sokat. Ugye szülés után egyből egyedül maradsz a babával, emelgetned kell, aki egy-két hónap után már 7-8-10 kiló is lehet, és nagyon sokan panaszkodnak a derékfájásra, ezért szükséges azokat az izmokat megerősíteni, amik és helyes technikát tanulni mondjuk egy emeléshez, hogy hogyan végezd a napi tevékenységedet, mert ezek nagyon fontosak, hogy ne fájjon. És az sokkal inkább megkeseríti szerintem egy nő mindennapjait, ha fáj. Ezt is a saját példámon tapasztaltam, iszonyat derékfájásom volt a terhesség után, és kerestem rá a megoldást, mint kiderült a hasizom gyengesége okozta. Tehát sokszor ilyen egyszerű dolgokban kell gondolkodnunk, hogyha nincs esetleg egyéb betegség a háttérben. Mennyi időt vesz igénybe naponta egy-egy ilyen edzés? Én viszonylag rövid edzéseket tartok, pont amiatt, ez is a motiváció része, hogy ne azt lásd, hogy úristen, 60 perc. Hát, hogyha 60 perc az edzés, akkor nekem előtte át kell öltöznem, utána lezuhanyoznom, visszaöltözöm, hát másfél órám nincsen napközben. De pont emiatt ilyen 40-45 perces edzéseket tartok, hogy nagyon maximum egy órába mindennel együtt beleférjél. És akkor ott van az, hogy igen, ennyi időt tudok szánni magamra, neki fogok állni és megcsinálom. Szerintem ez is egy jó motiváló dolog, hogy az eleje pörgős az edzésnek, mindig felvisszük egy picit a púzust, és azt próbáljuk fenntartani az edzés végéig, tehát a zsírégető tartományban, úgyhogy igazából csak nyerhetünk ezzel. Az étkezés és az egyéb szokásoknak a megváltoztatásában is segítesz, vagy ezt így teljesen az egyénre bízod, hogy az edzés mellett hogyan és mit fogyaszt? Szoktunk beszélgetni minden hónapban. Tartunk mi is egy ilyen, hát nem nevezném podcastnek, mert nyilván nem ilyen, mint amit most te csinálsz itt, hanem az online csoportunkban én tartok egy közösen kiválasztott témával kapcsolatban egy rövid 10-20 perces, úgy hívjuk a kis előadásunkat, hogy edukáció és lélekfitness, tehát amiben átadom a tapasztalataimat, meg a tudásomat, egy picit beszélek arról, hogy nálam mi működött, én hogy csinálom, hát ha ötletet adok ezzel
másoknak is a csoportban. Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk sikertelenek? Hogyan tudod őket visszarántani? Hogyan tudsz nekik további erőt adni ahhoz, hogy folytassák? Sikertelenség nem igazán volt úgy a csoportban szerintem, aki tudja magáról, hogy becsülettel csinálja, és ugye a gyakoriságról talán volt egy kérdés, tehát én nem mondom, hogy minden nap kell edzeni. Ha heti 3-at edzünk, az egészségügyi világszervezet ajánlása is, tehát azért heti 3 edzés javasolt ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Tehát sikertelenség nem volt, aki ezt teljesíti, ő mindenki azt érzi, hogy erősebb lett, energikusabb lett, könnyebben mennek a napok, mintha a gyerek is könnyebb lenne azáltal, hogy megerősödik, illetve hát óriási hangulatfokozó. Az a katarzis, amit edzés után érzel, hogy leállítod az órát, vége az edzésnek, és megnézed, hány kalóriát égettél, mennyi volt a pulzusod, és egész nap jól érzed magad, nem fáradtabb leszel az edzéstől, hanem jobb kedvű. Most itt mutattál közben a karodon az órára. Ez egy ilyen plusz motivációs tényező tud lenni, ugye? Az okos órája most már szinte mindenkinek van, vagy okos karkötője. Hogyan működik ez? Igen, hát én is el szoktam indítani minden egyes edzésemnél. Ez is egy visszacsatolás egyébként, hogy milyen volt az edzés, mire fókuszáltunk inkább, hogy most ez egy kardioedzés volt inkább, vagy erősítő jellegű. Azért az elégetett kalória is szerintem egy motiváció, mert azért valamilyen szinten, főleg aki súlyt szeretne veszíteni, azért számolgatja a kalóriákat, és ez egy nagyon jó visszajelzés. Hogyan lehet hozzá csatlakozni? Nagyon egyszerűen küldesz nekem egy üzenetet, hogy szeretnél részt venni az online programban, vagy eljönni valamelyik csoportos edzésünkre. Ugye csak délelőtt van lehetőség nálam csoportos edzésre. És belépsz a csoportba, és onnantól látod az összes edzést. Ezek az edzések, ezek ilyen visszanézhetőek? Tehát én akkor iktatom be a napomba, amikor akarom, vagy esetleg tartasz élő online edzéseket is? Általában élő edzéseket tartok, ez nekem is olyan motiváló, hogy látom, hogy becsatlakoztok, ott vagytok, csináljátok velem együtt, ez is egy jó dolog, hogy élőbe tartjuk az edzéseket, és utána ugye ezt természetesen ott hagyom a csoportban, 30 napig visszanézhető korlátlan számban, tehát ha te nem tudtál ott lenni kedd reggel 9-kor, akkor megcsinálhatod az edzést szerda délután 6 órakor is. Nagyon fiatal vagy, úgyhogy lehet, hogy csak filmekből fogsz erre emlékezni, amit mondok, de ugye 80-as, 90-es évek nagy sztárjai voltak ezek a fogyikazetták, a videokazettákon vitték haza Jane Fondát, és az összes többi sztárt, hogy most csak direkt ilyen külföldieket említsek, és ne a hazaiakat, de nekünk is voltak ilyenek, és emlékszem rá, hogy otthon akkor anyu ennek így nekiállt, és akkor mi is úgy beálltunk mellé, és csináltuk. Ott ugye nem volt semmifajta visszacsatolás, tehát kaptál egy kész terméket, ugyanazokat a mozdulatsorokat, ugyanazt a tornát csináltad újra és újra és újra. Miben tud ez más lenni? Hát természetesen abban, hogy ugye egy jelenség az édesanyák elmagányosodás, vagy elszigetelődése, mivel otthon vannak a kisgyerekkel, a nap nagy részét otthon töltik, sokkal kevesebb lehetőségük van kapcsolódni más emberekhez. Tehát ebben más, hogy mi itt egy közösség vagyunk, akár ugye az élőedzés varázsa is meg, vagy a többiek is ott vannak, ugyanezt csinálják, csak 5-10 kilométerre tőlem. Tehát szerintem ez a fajta visszacsatolás sokkal-sokkal jobbá teszi. Alakulnak privát kapcsolatok, barátságok? Igen, mi szoktunk szervezni is majdnem minden hónapban, de ha nem sikerül, kimarad egy hónap, akkor minden második hónapban egy bráncsot is, ahova elmegyünk, akivel ugye gyerek van, gyereksarokba szépen be lehet ülni a picikkel, és akkor meg 10 óraizunk, kávézunk, eszünk egy sütit, vagy valami ilyesmi, és beszélgetünk. Szóval tartatok csalónapot. Igen, abszolút. Kell. Az mindig kell. Ez az egész nem is igazán arról szól, itt nem bigottság van, vagy kalóriaszámolgatás, tehát inkább mi itt arra megyünk, hogy jól érezzük magunkat, ez a talán inkább wellnessnek kéne hívni ezt az egészet. Persze van egy pozitív hozadéka, hogy alakulsz, formálódsz, változik a tested, és nagyon örülök, amikor
centiket mérnek és küldik, hogy mínusz 5 centi a combomról, ennyi a derekamról, ez is egy nagyon jó dolog, viszont a lelki oldala, amire már többször is rákérdeztél, például a motivációra, a lelki oldala is nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy fennmaradjon hosszú távon ez az egész, fenntartható legyen, egy életforma legyen, hogy te innentől kezdve heti 3-4-szer mozogsz, amennyit lehet, amennyi az idődbe belefér, vagy az energiádba. Persze, egy pici gyerek mellett, hát lehet, hogy 6-szor felkelsz éjszaka, és másnap nem megy úgy az edzés, és akkor nincs kedved, hanem eltolod egy napot az edzést, ugye ez is lehetséges egy online edzés esetében. Szerintem ezek most már annyira kinőtte magát ez a Jane Fonda kazettás dolog, hogy már nem nagyon érzem, hogy lehetne jobb. Mármint mindig lehet picit jobb, picit hozzátenni, de ez a forma, ez már annyira anyuka barát. Ez az egyik legfontosabb, hogy anyuka barát legyen. Azért vannak másfajta mozgásformák is, amiket mondjuk önállóan tud elvégezni egy anya, például a kerékpározás, vagy a babakocsis futás. Ezek mennyire népszerűek, hogy látod? Láttam én is a játszótérről például babakocsival futni anyukát, például vendégemet is láttam, hogy ő babakocsival fut is az edzések mellett. Az egy egész más mozgástípus, mint amit mi végzünk. Tehát azért a futás szülés után, ezt jó is, hogy felhoztad, nem feltétlenül a legegészségesebb, azért ilyenkor az ízületeink, a szalagjaink még... Ugye szülés után nem vágják el azonnal a hormonok, nem tudják, hogy ja, most már nem kéne termelődni, mert megszületett a baba, hanem azok még hónapokon keresztül kopnak ki a szervezetünkben, egyre kisebb mennyiségben, de termelődnek, és ezek ugye lazítják a szöveteinket, az ízületeket, és ugye a futás emiatt is veszélyes tud lenni ilyenkor? Igen, a sérülés veszély. Tehát először az első 6 hónapban mindenképp inkább egy ilyen szökkenésmentes tornát javasolnék, amilyeneket mondjuk én is a csoportos edzéseimen tartok. Inkább oda járnak a kisbabás anyukák, tehát hogy az elején is mondtam, a csoportos edzés az délelőtti, és ugye nyilván a kisbabások tudnak eljönni délelőtt, az online edzések pedig már egy picivel magasabb szintűek, tehát az már inkább egy haladóknak való edzés. És a kerékpározás? Kerékpározás a megfelelő testtartással nagyon egészséges. Mit értesz megfelelő testtartáson? Mindig nagyon figyelnünk kell a gerincünkre, nem nyomjuk össze a hasunkat, nem puposítunk. Ugye általánosságban, ami a gerincednek jó, az ugye a hasadnak se lesz rossz. Tehát ez egy ilyen általános alapelv, amit el tudok mondani. Hogyha jól esik, akkor nyugodtan lehet végezni, hiszen nincs benne semmi olyan mozdulat, ami árthat mondjuk a szülés utáni időszakban. Egy dologra kell figyelni, hogy nem görbítjük csúnyán a gerincünket, derekunkat, hanem szép egyenes testtartással biciklizünk. Gondolom mindenki más céllal, vagy más célt szeretne elérni akkor, amikor így becsatlakozik. Mik azok az indító löketek, vagy mik azok az indító dolgok, amikor megkeresnek téged? Mik a leggyakrabban felmerülő kérdések, kérések? Hogy újra fel tudja venni a régi ruháit. Ez egy nagy vágya mindenkinek. Szerintem ez azért... egy jó gondolat, persze, de el kell fogadnunk, hogy valamilyen szinten megváltozunk, és nincs azzal probléma, hogyha nem leszel már XS-es méret, hanem mondjuk S-es vagy M-es méret. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. A tornáknak is legfőképpen ez a célja. Természetesen ott van a lehetőség, tehát azért én olyan edzést tartok, amiken lehet fejlődni, és ha te nagyon elszánt vagy, akkor természetesen elérheted újra a régi formádat, de nem feltétlenül csak ez a célja. Tehát én javaslom, hogyha valaki egy picit is úgy érzi, hogy otthon egyedül van, de nincs ideje eljárni babamama klubba, vagy akár egy tornára, próbáljon csatlakozni egy ilyen csoporthoz. Inkább az legyen a motiváció, hogy erősödjek, jobban érezzem magam a bőrömben, mint hogy újra visszatérjek a 36-os ruhaméretemhez. De azért nem árt nézegetni közben a centiket, ugye? Ez is egy ilyen plusz löketet adhat menet közben, hogyha azt veszem észre, hogy a combkerület, vagy a felkar, vagy akármi most már
Igen, igen, abszolút. Szoktam is kapni ilyen visszajelzéseket, amikor centikbe mérik. Ugye nem feltétlenül kilóban érdemes számolgatni, hanem centikben, vagy fölvenni a ruhát, hogy újra jó rám. Ez sokkal többet ad, mint az, hogy most én 65 kiló vagyok, vagy 63 kiló, hiszen azt látod a tükörben. Nem azt látod, hogy hány kiló vagy, hanem, hogy újra jó rám a ruha, vagy milyen jól áll most rajtam a ruha. Tehát a vendégektől is mindig ezt kérem, az anyukáktól is, hogy inkább méregessék magukat, és az lesz az igazi visszacsatolás, meg az az igazi öröm, amikor karcsúbba derék, hiszen mindenki elsősorban erre vágyik, hogy szülés után ezt a területet tudja rendezni magán. Hát ehhez mindenkinek nagyon-nagyon sok erőt, kitartást, motivációt, pozitív gondolatokat kívánunk. Köszönjük, és megvan. Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet. Minden jót, viszonthallásra. Kisalföld Podcast. Hírek helyben, azonnal.